A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Hello, vágó! Te leszel az Zolan? Köszönjél, Dani, igen, én leszek. Köszönjél, mert az bunkóság, ha nem köszönsz. Én mindig szoktam köszönni a nézőinknek. Szerbusztok! Rolanddal fogunk hegeszteni, kávét főzni a Dunaparton, autót mosni, mit fogunk még? Moshatnánk autót is a Dunaparton, de amúgy moshatnánk autót is. Van benne. Jó. Na, szóval tesztelni fogunk egy fantasztikus terméket, Fossibot, egy külső aksi igazából. Hát ilyen hordozható. Így van. Erőforrás. Múltkor, valamelyik nap korábban a héten nem volt áram, amikor reggel bejöttünk, és ez mentette meg az életünket, mert el tudtuk készíteni a finom kis reggelinket a villanytűzhelyen ennek a segítségével, finom kínai árammal, mert feltöltve kaptuk. Igen, amúgy a kávéfőző volt a lényeg, hogy az ment róla. Így van. Hát reggelizni nem kell, kávét kell inni reggel. Egy pár gondolatot beszélsz erről a csodáról, Roland, kérlek, hogy mi ez pontosan, mekkora? Nagy. Lehet tudni? Nagy és nehéz. Hogy matykót idézzük, ezt nem kellett akarni törölközővel a strandot. Mert amúgy 40 kiló, hát nem véletlen van kereke. És amúgy tök jó, mert ilyen kis bőröndösen tudod húzni. Fogod, kihúzod, és már gurul is. Csatlakozóból van bőven. Ez a szivargyújtó, igen, azt a 12 voltot nem néztem meg. Vannak töltők, egy csomó szabványos USB, van Quick Charge C, ez PD szabvány is, gyors töltő, és akkor itt vannak ez a lényeg. Konnektorok. Így van. Ez ugye 3600 watt, tehát ez nagyjából egy 16 amperes konnektornak felel meg. Úgy van, hogy ebből az egységből, hogyha veszel többet, azt hiszem hármat tudsz sorba kötni? Hármat tudsz össze, meg is tudod úgy venni szedbe. Azoknak itt vannak a csatlakozói, itt tudod őket összekötni. Tehát hármat tud összesen, tehát nincs több, tehát nem tudod végtelenségig kötözgetni. Van hozzá napelem. És akkor lehet hozzá rendelni napelemet, ami itt ilyen egyedi csatlakozóval. Tehát az ott egy egyedi csatlakozó, illetve itt tudjuk tölteni. Konnektorba bedugod, így van. Tehát ez egy sima tápkábel. Van lámpád. Van fénye, és amíg megkeresed, addig van hozzá zseblámpa is. Király, és saját helye is van, szóval nagyon, igen, nagyon fúros a cucc. 3800 wattóra. Itt egy Matyi, itt a Matyi. Ez 3800 wattóra, szóval teljes terhelésen az egy órát tud menni, de igazából teljes terhelésen azért nem érdemes használni. Igen. Voltak ilyen idők, hogy mit mennyi ideig tud működtetni, azt majd bevágom. És az első tesztünk az lesz, hogy egy Justin fogunk hegeszteni. Igen. Most van áramunk, szóval alapvetően nem lenne indokolt, hogy ezt használjuk, viszont kíváncsiak vagyunk rá, hogyha megyünk valahova forgatni és eltörik ugyanaz például, mert az van, hogy a turbo támasztó, az van. Itt ez a két kis támaszték, itt elránszkódott, elrepett az évek alatt. Hát meg a... Az nem hegeszteni kell, az csak így van, az más dolgot, a csavar szakadt bele. Szóval a turbó támasztót kell visszahegeszteni, és hogyha elmegyünk valahova forgatni, ahol nincsen feltétlenül áramunk, akkor tudjuk vinni magunkkal a hegesztőt, igen, innentől kezdve, mert a Fossibottal bárhol. Azt ígérik, hogy lehet róla hegeszteni. És tehát ezt nem csak mi találtuk ki, igen, hanem igen, ők is mondták, hogy lehet róla. Így van. Mivel csináltam a hegesztőgépnek is egy ilyen frankó kis kocsit, így el tudok menni sétálni vele igazából bárhová, és nem kell messzire menni. Megjöttünk. Mondjuk érdemes a szerkezetet egy picit távolabb rakni a hegesztés helyétől, különben csúnyán összeégeti a szétpattogó olvadék. Most mutatja a kimenőt, illetve töltéskor itt tudjuk szabályozni, hogy mekkora áramot vegyen föl. Azt elvileg most is tekered, és akkor állítod vele, mert ugye ez csak a bemenete. Szóval, hogyha igen, nincsen megfelelő kapacitásod, hogy gyorsan töltsed, hogyha igen, egyéb nagy felhasználók is vannak mellé bedugva, akkor ki tudod válaszolni, vagy az aksit is kiméli egyébként, hogyha lassabban töltöd, persze, nem? Persze. Szóval, mondjuk most felraktuk 2200-ra, vagy mennyire, és nem vett föl 800-at, de hát valószínűleg amúgy, mert ugye 80% fölött voltunk, de hát a 80%-tól aha, lassabb töltés itt is él. Illetve annyi, hogy így 2200-at tud napelemről 2000 wattig tud tölteni. Hát figyelj, ilyen 800 és 1200 watt közt kér, amikor hegesztesz. Ezt közelről nem mutatjuk meg, ezt a hegesztést. Jó, hogy azt veszed, Roland. Büszke vagyok rád. Hegesztésbe amúgy se nézünk bele, úgyhogy csak messziről. Így van. Én közelről nézem.
De rajtad van védőfelszerelés, a kamerán nincs. De a munkától mégse véd meg. Na mindegy. Én a katasztrófa se védelmet se értem, hogy miért kell védeni a katasztrófát állandóan, de... Ezek ez már egyéni volt. Problémáink. Figyelj, így kiátlagolhatjuk egy nagyjából ezresbe, aha. Szóval egy 3,5 órát el tudsz róla hegeszteni, szerintem annyit soha nem fog kelleni kint hegeszteni. Igen. Ha annyit kell hegeszteni, akkor hazajövünk. Igen, ott már valószínűleg kasznizni kell az autót is. Igen. De látod, Bére, milyen jó lett volna az Audival, amikor leszakadt a kartervédő? Hát mert igen. Valaki leszakította róla a kartervédő. Nem is emlékszem, hogy ki volt az. Na, figyelj, szerintem akkor konstatálhatjuk, hogy az első akadályt problémamentesen ugrotta meg. Igen. Közelébe se voltunk a max teljesítményének. Nem, ezt nagyon vastagon tudja a hegesztést. Tehát nem tudom, hogy mi az a esemény hegesztés közben, amikor 3600 watt kell, ha ez most 1400 volt, szóval... Valószínűleg semmi. Mi lesz a következő állomásunk? Nem mossunk tudom. Autót? Mossunk autót. Nézzük meg. Szóval itt van ez a gomb. Ez hallani, hogy egy relét kapcsol. Ha ezt megnyomjuk, akkor adja rá a 230-at. Szóval Dani miközben mos. Hát azért itt már jobban karcolgatjuk a végét. 2800 watt folyamatosan. De még egy másfél órát elől is el tudunk mosni, hogyha nagyon megszorulunk. Figyelj, Dani, azért ezzel már karcolgatjuk, ez 2800 watt. Komolyan. Igen, és még csak egyes, ja nem, kettesen vagyunk. Kettesen, fölraktam kakasra. Jó. 2800? Igen, kéreget. Figyelj, ezzel már csak másfél órát tudsz autót mosni, úgyhogy... Akkor igyekszem. Dani, hogy érzed? Jobban mossa, hogy erről megy? Erősebb a cikkel, határozottan igen, erősebb nagyon, a vízsugár. Több víz jön belőle. Igen. Meg szebben mossa le. Abszolút. Figyelj, szép ez az autó amúgy, azt nem lehet elvitatni tőle. Hát azt nem. Szép piros fékek vannak rajta, szóval tudja, hogy meg is áll. Ugye? Hát és még a hátsó kerék milyen szépen megáll az elkézi féktől. Gyönyörűen, igen. És amúgy az volt furcsa egyrészt, amikor megláttam, hogy két féknyereg van rajta hátul, egyből a drift autók ugrottak be, ugye, ahol a kézit külön féknyeregre szokták tenni, és mondta Roland, hogy azért van, mert ugye az a kézifék, az egy elektromos egység, és amúgy meg a kézi, hogyha menet közben ráhúzod, akkor az üzemi fékeket, a négy darab nagy Brembo-t fogja meg, hogyha nem kapcsolod be azt a drift mód, vagy drift bék, azt hiszem. Így, na, szóval úgy, van a, úgy van a menüben. Mind a négyet fogja. Addig igen, ha azt rákapcsolod, amit csak track módban lehet rákapcsolni, mint most kiderült reggel, akkor viszont a hátsó kereket fogja csak, mint egy hidróskézi. És konkrétan az is, mert az ABS pumpán keresztül igen, mert fogja, így van. Igen. Ebben a leöblítésben 4%-ot merült. Ugye, szerintem ez teljesen vállalható, megállítjuk a még az se rossz. Akkor most következik a kávézás? Kéne keresni egy helyet, ahol elfogyasztjuk a reggeli kávénkat. Hát a délelőttit. Jó, a délelőtti kávénkat. Figyelj, az a jó, hogy ez egy túraautó. Igen, jó nagy csomagtele. És még szerintem rá is fog csukódni. Nem fog rá csukódni. Nem, de én eleve úgy gondoltam, hogy eldöntjük, ja, hiszen ami... Több leszorító erő. Igen, de ugye ami nincs eldöntve, az eldől. Tehát döntjük el. Eldöntöttük. Ezt már eldöntöttük. Nehogy kifoljon belőle az aksisav. Meg véletlen is. Megjöttünk. Kész. Mellé még befér a bőrönd. De hát, aki Mustanggal jár, annak milyenek bőrönt, így van. Elég az aranykártya. Voltunk ezzel az autóval Olivérrel forgatni. Nem tudom, hogy ez mikor jelenik meg ez a tartalom, de... Szerintem utána.
Hát olyan vagy sokára? Vagy hát a fene tudja. Nem, mert az viszonylag sokára lesz a nagy csatorna, amikor a főnökkel ezzel túrász, nem tudom messzebbre rakni. Szóval lesz majd ti is forgatatok Antival. Igen, de mi csak a Dark Horse-szal fogjuk befejezni októberben, úgyhogy az később fog megjelenni. Na mindegy, lesz tartalom még ezzel az autóval, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor... Roland reggel újságolta, hogy nézzem már meg milyen frankó műszerfalat is a régi fajta, ez miért régi ez a Mustangnak? A Mustangnak a műszerfalat. Nem tudom, hogy mi az, de jól néz ki. Hát a műveletlen hármas Mustang. Nagyon jó. Vannak még amúgy opcióink. Sport, normál. Racetrack, az milyen racetrack? Hát a... Ez kakas, maradjon már, ez nekem ez jobban tetszik. Van a sport. Ez a normál. Ez nézzük eddig a főnökömmel. Eddig amúgy azt hiszem a normálon volt fixen, igen. Mert ugye tudja menetmódra is állítani, és akkor így amilyen módba rakod, akkor váltogatja ezeket. Akkor... De látod, ez 87-től 93-ig a Fox Body. Fullos. Mindegy, legyen ez. Így is nagyon jól néz ki, de sötétbe az igazi, amikor azon a klasszik régi zöldön világít. Igen. Szép. Sajnos nem tudjuk megmutatni, mert fényjel figyeli mert az... sötét. Nem, hiába kapcsolod fel a lámpát, figyeli a fény. Szomorú vagyok. És az alapján állítja be ezt a témát, sajnos nem a lámpa kapcsolásra. Mindegy. Induljunk túrázni. Kávébekapcsolás. Na. Készül. Hát azért 1003-at kér. Az igen. Akkor vagy nem figyeltem, milyen szia kutyu, jött kávézni. Hello. Szevasz. Te is kérsz kávét? Jött kolléga is kávézni. Segít kávét főzni. Na. Jó, most már csak 4 watt, ez 170. Kicsit rugalmasan kezeli. Kell beletenni vizet. Az fontos. Szerencsére van víz. Igazából onnan van, csak hoztunk flakont, hogy ne tűnjön föl annyira. Igen. Mert amúgy a Duna is ilyen tiszta. Hogyha szeretnétek bögrét, pólót, ilyesmi, akkor igyekszünk minél hamarabb visszatölteni a készleteket. Igen, most egy a nyereményjáték, a Swiftes nyereményjáték az tart még nagyjából novemberig, a környékén lesz a sorsolás, szóval ne aggódjatok, mert lesz még egyrészt addig akció, illetve a termékeket visszatöltjük, hogy tudjatok vásárolni. De nem is ez a lényeg most, hanem az, hogy milyen kávét főz a Fosszibo. A minőség az változatlan, mert a saját gépünket hoztuk, és ez zseniális. Jó, de a Fosszibotból jövő árammal főzte le, és az... Ez finomabbá teszi, így van, illetve az, hogy itt a Dunaparton vagyunk a friss levegővel, ez kifejezetten simogatja a lelkem. Azt kell, hogy mondjam, hogy első osztályú. Hát még az, hogy a Mustanggal jöttünk. Hát ez így csomagként tökéletes. Figyelj, igazából eddig minden ígért dolgot meg tud tenni, és problémamentesen. Valahogy az kéne, több dolgot rá kell dugjunk egyszerre, és igen, megnézni, hogy... Szerintem amúgy lekapcsol a reléje, mert ugye amikor megnyomod az AC on gombot, az egy relével kapcsolja rá a hálózati feszültséget. Biztos, hogy nem egy buta cucc, szóval nem tudom leégetni túl terhelni. Valószínűleg simán csak fogja és ezt a relét lekapcsolja maximum terhelésen. Vagy ha az fölé megyünk. De ezt csak ki kéne próbálni. Valamivel ki fogjuk próbálni. Figyelj, mit tervezt? Ja, még autót tölteni terveztünk róla. Igen. De ha mosol és egyszerre heggesztesz. Az már szerintem igen, az eléri. Figyelj, ki kell próbálni. Hát 2008 volt a mosó, úgyhogy a mosó mellé elég valami kevesebbet is rákötni. Elkortyogatjuk a finom kávénkat, aztán megkínózzuk a gépet. Igen. És azzal fogjuk befejezni, hogyha a főnök beír, akkor a Mercit feldugjuk tölteni. Dani, mi ez az installáció? Hát, ezt tudtuk kitalálni, a kompresszort egyszerűbb mozgatni, mint a hegesztőgépet, vagy bármi mást, és akkor ezt gondoltuk, hát, hogy stabilan felületet. Hát meg akkor folyamatosan kéne hegesztened. Így van, és a kompresszor az egyszerűbb, hogyha folyamatosan megy. Szóval megnézzük, hangos lesz a kompresszor. Le van kapcsolva a Fosszibot, mert a kompresszort nem lehet lekapcsolni. Na. Légy szíves, maradj csöndbe, köszönöm. Beindult az aktív hűtés. Mennek a ventilátorok. Ja, igen. Hát azért itt már kellett neki. Igen. Töltésnél is csináltam, úgy mikor föltettem töltőre, hallgattam.
Palko azt mondta, hogy a vízforralója az megküldi, szóval hozok vízforralót és megnézzük azzal. Hát figyelj, a kettő simán meghaladta. Igen. De hát, hogy nem azért volt 3600, mert ne tudta volna. Kettő, igen, amúgy tényleg. Szóval igen, mert szerintem egyszerűen csak visszaveszi az áramot. De egyiknél mondjuk, ahogy ráindítottam a kompresszorból visszavett. Igen, az lehetett hallani. Volt, ja. Az összteljesítmény meghaladta a 3600-at, viszont nem engedte túl korlátozva. De ugye annyira vette, szóval, hogy 900 volt a kompresszor és 2800 a mosó, de mégsem engedett többet kivenni, ja, igen, mint amennyit tudunk. Nem szóval az, okos nem az van, hogy lekapcsolja, hanem elkezdi visszavenni a teljesítményt csak szóval simán. Működik, hogyha te nem vagy okos, akkor a kis szerkezet helyetted is okos. Ha megérkezik főnök, fölcsattintjuk az autóját tölteni, és meglátjuk, hogy azzal, megnézzük, hogy mennyit vesz föl, és esetleg kipróbálhatjuk azt is, de azt ki is lehet számolni az aksiból, hogy meddig tudja feltölteni. De számolni unalmasabb, kipróbálni jobb. Jó, akkor kipróbáljuk, és ülünk mellett egy 4-5-6-7 órát. Jó lesz, úgy sincs dolgunk, szóval mennyit, persze, holnap kapucs a Swift Sporttal, azon nincs mit tenni. Hát figyelj, úgyis motorcsónakozni fogtok vele ebbe az időjárásba. Jó lesz, úgy, jóval. Na mindegy, szóval megnézzük az autótöltést, mint utolsó teszt. Igen, az is benne van amúgy a leírásában, hogy tudja. Igen? Igen. Ha lemerül a Teslád, akkor kiveszed ezt a csomiból. És rendes villanyautó van, bár egy rendes villanyautót nem nagyon töltenék róla, mert igazából annyira kevés az aksi, hogy nincs értelme. Hajoljad a Rolandhoz! Gyere, ide beszélj! Ide. Mindig az a seggfájás, hogy ha lemerül a villanyautód, akkor nem bírsz bele kannába benzint vinni, mint egy rendes autóba. Na, most már tudsz. Igaz? Mondjuk, ez 40 kiló. Mondjuk, hogy az olyan 30 liter benzin vagy gázolaj, bizonyos azzal autó... sokkal tovább mész. Ezt akartam mondani, hogy ez bizonyos autókban az olyan 800 ezer kilométer. 800 ezer. 800 kötőjelezve. Ja. De adjunk meg minimum egy 600-at. De minimum 600, ez igen, meg hát a Szilleri 25-öt számoltam. Nagyon-nagyon még szükségbe el tudsz menni a következő töltőig. Igen. Gyere, mert főnök megjött. Elveszik tőle az autóját, miatt konnektorba dugja tölteni. Ezt nem szóltál neki? De fel szóltam, kell az ilyenekről szóltam világosítani. Amíg kiseszállt, akkor nem késtünk rá semmit. Ennyi. Készítsük elő a placot. Kapcsoltál elé. Az autó még nem. De várjál, most zárta rá, nem? Most megindult. Tölti. Igen. Nem. De? 1600. Pirosan villog a töltő. Húha. Valami. De akkor mi? Nem tud elég. 1600-ig ment föl csak itt pillanatnyiba, szóval ez nem tűnik soknak. Hát, csúfos kudarc akkor. Na hát akkor... Akkor ez az első kudarcunk, amit nem tudott meglépni. Az utolsó teszt és az első csalódás. Kíváncsi vagyok egyébként, majd fogunk keresni másik autót, másik villanyt. Ha lesz teszt autó nálunk, akkor azzal ki fogjuk próbálni, és majd posztolunk róla, hogy az sikeresebb volt, de akkor lényeg az, hogy egyelőre. Mennyi volt? Hegesztés, kocsimosás, kávéfőzés. Az 3 és 1, ami nem sikerült. De igen, igazából... minden, de itt valószínűleg túl okos volt a töltő is. Tehát nem tudom, hogy pedig azért leköveti a terhelést, és igen, nem adott neki nagy terhelést. Nem, 1600 volt, amit pillanatnyi maximumra láttam, az még a 3600-tól is igen messze van, szóval... Igen. Feszültségeset volna minden... be. Lehet, hogy tudom, a frekvencia nem volt neki elég stabil, és azt érzékelte, lehet, vagy bármilyen lehet. Nem mindegy, lényeg az, hogyha... Mert mondom, elvileg hivatalosan tud. Igen, írták. Tehát, hogy... Majd még csináljuk egy ilyen screen recordot, de amúgy az oldalt nézzétek meg, teszünk be be... Ne, nem tudok beszélni, nézd meg, szóval... Az oldalt nézzétek meg, teszünk be linket róla, hogy tudtok rendelni, minden fontos info megtaláltok, igen, ott, meg a leírásba is írunk. Illetve mit tud, mit ígérnek. Így van. Ez csak egy ilyen rövid életszagú teszt volt, kipróbáltuk, amire mi használnánk, meg amire mi gondoljuk használni. Uh-huh. Azt tudja. Így van. Tehát amire szeretnénk használni, azt mindet tudta. Vidáman hegesztett és kocsit autótöltésnél mosott. Úgysem lett volna értelme, mert kiszámoltuk, persze, és jobb esetben is úgy nagyjából, ha teljesen fel van töltve, félig mondjuk. Nem tudjuk a teljesen pontos és ez specifikációkat, ez egy nagyon szóval pici aksi, és igen. Na, nagyjából egy 50%-ot adna még ennek is, szóval ezt nincs értelme alapvetően csinálni. Jó cucc, ha szeretnétek, akkor rendeljetek ilyet. Fogjuk még használni biztos, szóval fogjátok látni videókban. Igen, reméljük fogjuk használni. Így van, kösz, hogy itt voltatok ebbe a rövid, rapszódikus videóban. Viszlát, köszönjél te is szépen, Roland. Sziasztok. Szia, Dani. Hello.